mindenkinek! Reject és Lámba jelentkezik, te meg ne tapsolgassál! Ez most egy újra szinkronizálás lesz, ami annyit tesz, hogy mindketten itt ülünk és másfél órán keresztül fogjuk a szánkat tépni. És köszönöm. Nem szólt, hogy nem hallani a hangomat. Én hallottam, de azt nem tudtam, hogy nem rögzíti. Ne csodálkozzatok, ha egyszer csak ilyen ütés hangokat lehet hallani, mert akkor valószínűleg egymást püföljük. A hangminőség miatt kétlem, inkább azért, mert éppen valamin összeveszünk. Ezért jobb, hogyha csak szimplán mindketten más-más házból beszélünk. Igen. Szóval... Ezért is maradt el igazából a Dead Island, meg hát ez a sok szarakodás is, hogy állandóan vagy én nem érek rá, vagy ő nem ér rá, vagy a Dead Island, de egyszer jó, egyszer nem, már a tököm tele van az egésszel, már a gépem is tönkrement, szóval most már egyre jobb. Ja igen, apropó a gépe tönkrement, szóval most egy darabig nem lesz új Dead Island, úgyhogy ezt beosztjuk úgy, hogy összesen ez hány rész lesz, nagyjából kb. 6. Szóval 6 héten keresztül heti egy rész lesz csak. Szóval így vasárnaponként fogjuk kiadni, és tök király, örül mindenki. És hú, de jó, robbant valami. És beleszálltam a falba ez a... Vezetési tudásod meg még. És egyébként most próbálom majd azt imitálni, hogy hogyan beszélhettem, miközben csináltam a Dead Island-et. Szóval királyság. Valami olyat fogok csinálni én is. Hasonlót. Ott fegyverem, hát tök jó vagyok. Ott van. Ez az. És most csak az én szemszögömből fogjuk látni sajnos az egész videót. Igen, és azt jó lesz, hogy hogyan beszélek. Hogy én honnan tudom, mit fogok csinálni, ez a legjobb. Végig kommenteljük gyakorlatilag a saját videónkat. Tök jó, ritkán csinálunk ilyet. Jaj. Máó. Tök jó, válogatom a masétákat, te meg valamelyen rohangálsz. Majd próbáld kitalálni, hogy éppen mit csinálsz. Igen, tök jó. Biztos tudod, hogy egy héttel ezelőtt mit csináltál. Csak is. Mindenre emlékszem, hogy minden egyes másodpercre. Persze, hát figyelj, én is mindig emlékszek rájuk. Látod, ezt ide kell rakni. És tök jó vagyok. Te meg nem vágod, hogy hova. Arra emlékszem, igen. Hogy itt te azt kérdezted, hogy hova kell rakni. Erre emlékszem, látod? Igen. De csak azért, mert egyszerűen visszanéztem ezt a részt. Lehet egyébként azt kérde, hogy visszanézzük az összes jelenetet és utána kommentelni. Na mindegy, szerintem így is valamit tudunk alkotni, még ha nem is a bestet. Ha meg nem, akkor kiváglak itt, nem? Nem lenne jó, mert egy emeletet zuhannék. Nem, nem élvezném, főleg, hogy most lett lenyírva a fű is, szóval még azt se fognál fel az esést. Miért nyírtad? Mert olyan kedvem volt. És közben pedig zenét hallgattam, és ezt nem lehetett kihagyni. Tényleg egyébként, ezt tudom, hogy... Fackod? Na jó. Nem lehet bejutni! Mi a szarnak akarsz oda bejutni? Én nézd meg, tök azért, mert nem engedett beszélni onnan. Ja, itt akartam megszerezni az AK-mat, igen. Meg is szereztem azt. Azt hiszem, ez egyébként tök jó lesz így, hogy azt hiszem ezt csináltam, azt hiszem inkább azt, bár nem, mert inkább az előbbi lehetséges, szóval mégsem az, mert egy harmadik lehetőség is bejött, így következik abból, hogy mindhárom lehetőség egyszerre, vagy egyik se. Én most itt csinálni fogom a semmit, azért, hogy ne csináljak semmit. Mint én? Tettó. Hát ez ultra komoly lesz, de egyébként először ezt a 10-15 percet, vagy hány perces ez a felvétel, passz, nem fogok most belepörgetni, de nagyjából olyan 14-15 perces. Szóval az első felvétel az nagyjából ennyi lesz. Szóval good luck. Tök jó, hogy a te szemszögödből látom magamat. Ez az. Láthatom, hogy nézek ki, bár... Ugyanúgy nézünk ki! Azaz egy baj van belőle, hogy ugyanúgy nézünk ki. Annyi különbsége, hogy esetleg más a fegyverminőség. Egyébként ennek a felvételnek a végére eljutunk... Hát nagyjából addig, hogy elmegyünk a Maja faluba, és megküzdünk hát, az egyik... 80-85%-ig eljutunk a játékban. Ja, aztán amikor elkezdtük, akkor jártunk kb. 60%-nál. Szóval egy 20%-ot... 70-nél. Biztos. Majd amikor beérünk a Maja faluba, az epic lesz. Az biztos! Ott alakítottam egy jót. De hát akkor én mit mondjak? Ja, igen, tényleg, amikor először megyünk be, az tényleg nagy jelenet. Szóval várjatok még pár hetet, és megtudjátok, hogy mi folyik ott. Mi már előnyben vagyunk, ugyanis mi már mindent tudunk. Ez az. Szóval, élj egy pár bandita. Így, de szépen feledkenődve a szélvédőre. Ja, hát a csodálatos vezetésedet párszor megdicsértem. Igen, és most is azt fogod csinálni. Igen. Én érzem, hogy azt fogod, mert rossz felé mentem. Yes. Ahányszor megyek valahova, biztos, hogy neki megyek valamire. Én itt közben próbáltam lövöldözni, de hát esélyem sem volt a... Igen. ...a vezetési képessége mellett. Hát jó van, csiszolni kéne a képességeket, Lámbor. Lehet, nem ártana az se. Mit, miért kaptam 1500 XP-t?
Ja, checkpoint miatt. Ja, vagy. Menj innen! Nem hiszem, hogy azért valaki 1500 XP-t kap tök ingyen, mert szar. Akkor már nem szar, mert előrébb járok, mint te. Szóval, akkor már te vagy a szar, szóval neked jár annyi XP. Ez... Nézd meg, minden... Füstöl az autó! Itt, ha jól emlékszem, nem engedett bemenni. Igen, mindig fölkenődtem arra a kis lemezre. Igen, és pont ott álltál meg, ahol engem ütnek a zombik. Persze. Tök jó helyen álltál meg. Éppen itt ütnek, én meg lövöm őket. Én meg belesétáltam egy villámló zombiba. Villámzombi! Csináljuk most hát egy ilyen műfajt is. Kis szállni se tudok, mert... Mert béna vagy. Nem, mert... mert sikerült úgy beállom, hogy te nem bírsz kiszállni. Ez az. Király vagyok. Nem sikerült, jó. Wow. Igen, elképzelhető. Mao. Most egy... Ja, tényleg itt lesz majd egy epic boss fight, csak az már a következő részre jut, úgyhogy... Ja. De most kopognak, úgyhogy kinyitom az ajtót, addig megy viszont a hangfelvétel, szóval beszélj nekik. Jó, hát szerintem nem az én hangom a kíváncsiak, bár tudom, hogy gyönyörű a hangom, de... Nem baj az... Mit mondjak? Hát nem látom magamat. Ez így nem jó. Pedig milyen jókat alakítottam, most mit osonok én ott? Senki. Nem itt így. Visszanézem, milyen balfasz voltam. Ez az. Tök szuper. A reject se volt valami nagy ész. Nézd meg, tök jó, hogy tök más irányba megyünk. Na mindegy. Ja, és hát azt még el kell mondani, hogy mivel elszállt a gépem, a mentésemnek is annyi. Szóval hát azt mondjuk megoldjuk majd. A reject odaadja a mentését. De most egy darabig, pár hónapig biztos nem leszek. Jól van. Jól van, recsept. Meghaltam. Jól van. Ez az. Hihetetlen, én meg hol vagyok? Ja, ó, ilyen messze, hát ilyen baszki. Mindegy, ez az idióta is hova ment most? Egyedül kell kommentelnem az ő videóját. De neki semmi értelme. Na végre visszatértél, bazeg. Hogyan kommenteljem azt, amit te csináltál? Hát simán úgy, mint ahogy én csinálom. Na, én nem tudsz utánozni? Nézd meg, hol vagyok. Ott világ végig tök más irányba, basszus. Hát balra tőle 15 méterre. És éppen találtam egy M4-et, ami jobb, mint az én 9 minisem. És úgy tűnik jobb is a sebzésem, mint az apámnak. Tényleg, jó, a 9 minisednél egy M4? Hát mi történt? Végülis egy... csapása. Igen, szerintem is. Most azt hiszem átmentem emósba. Körülbelül akkora csapás volt ez számomra. Itt most egyébként mi a francot is csinálunk? Ja, az, hogy te mit csinálsz, nem tudom. Az, hogy én mit csinálok, még annyira se tudom. De te azt csinálod, hogy engem követsz, mert mindig én járok. Amúgy ja, ott vagyok. Te... Ja, épp igen. Most küzdesz a banditákkal ott. Igen, éppen ott állok a... Busz tetején és wow. Fejbe lövöm mindegyiket. Én meg most jöttem fejbe egy kemény banditát és balra tőlem lehet, hogy lesz még egy. Egész véletlenül elő is fordulhat, hogy lesz még egy. Egyébként nem jelzi a térkép, szóval nem lesz. Tök azán. Amúgy én itt tök azán elkalandoztam, amíg te ott küzdöttél velük. Hát én ott álltam a busz tetején, és ők nem tudtak rám lőni, én meg mindenket fejbe lőttem. És tök jól el voltam ott. Azt elhiszem. Vagy négyet lelőttem. Meg még azt is ott. Hát ez király. Amúgy nem állt volna előre dőlnöd, mert nem fog hallani téged senki, még az újra szinkronizálásba se. Ha úgy tetszik, akkor ordibáljál. Csak legyél akkor hát. Jól van, bazzeg! Nem káromkodsz annyit. Dang! Ó, milyen szépen lángra lobbant az a kis bandita. Na, ez nem tetszett nekem. Mert ott lettél volna te is, és nem tetted, ezért nem tetszik. Lehet, hogy most meg fogok halni, erősen valószínű. Vagy nem, mert olyan király helyet találtam, ahol senki nincs. Király. Még a madár se erre. Mondjuk nincs is madár egyébként a Dead Island-be, szóval végig olyan helyen vagyok. Nem láttam madarat benne? Nem.
Hát csak az árnyékát, tudod, mert néha szoktak föl lenni ilyen árnyék madarak, de hogy azok ténylegesen, azok azt nem. Origamizzunk egy. Na. Szerintem hajtogassunk benne madarat, igen. Hagyjuk. Hagyjuk. És így fölrakjuk majd a kis folyóra. Ja, a ritágyba kell majd azt, mert ott lehet majd hajózni. És majd papírhattyúval fogunk menni. Na itt most meg fogok halni, ebbe biztos vagyok. Hátulról agyon lőnek, mert nem tudom ki az. Én meg már megint hol vagyok? Hát ez benne a házba. De hát engem követsz egyfolytába. Amúgy nem, mert tök más irányba mentem. De benn vagy a házba. Mert arra kell menni. És most visszakerültem oda, ahol a madár se jár. Tök király. Látod, itt vagy a házban. Mi ez az, mi ott ez a lassítás? Néha elő szokott ilyen fordulni, meg azt hiszem majd a vége fele nagyon le lesz az FPS-em, mert elfogyott a tárhelyem. És ilyenkor durvára megy az FPS-em, itt pedig megbosszulom saját magamat, mert ez ölt meg. Tök király. A bosszú édes íze, csak kár, hogy most nem érzem. Tök jó vagy. Köszi, te meg itt ransz mellettem, és most lesz egy epic boss fight, amikor pont mielőtt a bossnak levenném azt az 1 mm HP-ját, meghalok, és te mész oda, és lerántod a babérokat! Igen, ez az! De milyen babérokat el kellett dobnom egy gránátot miatta? Hát de legalább ez nem az én hibám, tudod? Jó, utána találtam kettőt, aminek sok értelme nincsen, mert elszállt a mentésem, úgyhogy volt gránát, nincs gránát. Igen, majd átküldöm az enyémet, úgyis ez a tiéd végül is. Igen, a logikusan nem is gránát. Nézzük. Meg úgy szereztem a játék folyamán mennyi 5 vagy 6 molotovot, az is, hogy elszáll. Mi? Egyébként az a poén, az összes molotovot, amit ezen a felvételen találok, meghagyom neked. Igen, neked meg most már nincs semmit, mert igen. Meghalt a vinyót. Tök Jézusom. Jó. Hát ez epikus. Igen. Ó, már lassan vége is ennek az első felvételnek. Majd visszanézzük a hangot, hogy hát esetleg lehet is hallani minket valami csoda folytán. És ha nem, akkor megölöm a... Na mindegy. Ugye ez az ultra komoly célzás, hogy tőletem 1 mm szélesség van. A szabad térnél a kis farönk, meg a ház mellett, és azon is lelövöm. Az M4-gel mész, én meg csak egy sima 9 mm-sel ledarálok mindenkit. Igen, és te darálsz mindenkit, én nem pazarolom a rőszeremet. Szóval? Ja, csak hogy én 9 minissel lövöttem. Ott olyan emlékszem, van egy robbanós. Sőt, még a boss is én ölöm meg, hát figyelj. Mert meghagytam neked, tudod. Fia, azt hiszem itt ki kell rakni a 18-as karikát, ez a jelenet, ez nem jó. Melyik? Ami most fog történni, ez úgy valahogy nem fog tetszeni. Ja, tényleg, erre már meg is feledkeztem. Vajon mire fogok célozni, egyszer odaértél? Ez annyira nyilvánvaló. Amúgy most engem le fognak lőni. Engem meg lelőnek. Kamikaze adták. Ez a... De megérte. Igen, megérte. Majd a videó során egyszer én is ezt elsütöm. Én meg még háromszor. Meg zombival harcolsz, és... És nem vettem észre, hogy mellettem van egy robbanós. Igen, és mostantól vigyázzál, mert... Véged lesz. Hogy vigyáznak, ha egyszer visszanézem a felvételt? Majd amikor újra játszunk olyan úgy... 6-7 év múlva. Elképzelhető. Nyúj. Hát ez ilyen ultra komoly. Új, látod, most elővettem a 9 millisemet, és téged mindjárt lelőnek. Ha nem mentenének meg, persze. Igen. Milyen jó ember vagyok, megmentettem az életedet, nem látod? Igen, csak is, amit már elpazaroltál egy párszor. Tök jó, hogy megint négyen vagyunk ezeket, úgy bírom ezeket a demókat, hogy... Új, de komolyan céloz már! Hát ez valami hihetetlen. És az is kifogyott, és utána mégis... Igen. Ráadásul lesz benne vagy 120 töltény neki, amikor nekünk a maximum eltárolt töltény 80. Érdekes, plusz még gránátja is van, hogy rohanna meg. Nekem is volt, és azt oda is dobtam. Szóval már nincs. Hát, szóval... Amúgy, hát utána szerestem kettőt. De azóta meghalt a mentésed, meg a képed is. Igen. Szóval itt keményen a boss-t elkezdem lődözni. Ja, és rájövök, hogy a következő részig is várjatok egy hetet, akkor addig is, sziasztok! Ja, hello!